Megadom a szót Dúró Dóra képviselőasszonynak, országgyűlés alelnökének, a Jobbik képviselőcsoportja vezérszavakának. Köszönöm, elnök úr, nem a Jobbik képviselőcsoportjával, a Mi Hazánk képviselőcsoportjának a szónoka. Meg ez egy elnézését kérem, csak a jegyzőkönyv miatt. Tehát természetesen a Mi Hazánk képviselőjének, és természetesen egy frajdi elszólás volt a részemről. Köszönöm. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Egy alaptörvény saláta módosító áll előttünk, ami egészen elképesztő, hiszen az alaptörvény módosítás módosításáról is kell már beszélnünk ebben a vitában, hiszen még egy alaptörvény módosítást sem tudtak úgy előkészíteni, hogy egy miniszter nyújtsa be, vagy legalább egy benyújtója legyen, és utólag toldozgatják, foldozgatják, még a toldozgatás foldozgatást is, ami annak a következménye, hogy az önök által a köztársasági elnöki székbe ültetett Novák Katalin olyan döntést hozott, amely az ő politikai karrierjének is a végét jelentette, hiszen a társadalmi felháborodás, a jogos társadalmi felháborodás elsöpörte ebből a közjogi méltósági tisztségből. Ezt tartalmában egyébként önök előtt egy nappal benyújtotta a Mi Hazánk mozgalom, szó szerint majdnem megegyezik az általunk benyújtott törvényjavaslat, amit önök az alaptörvénybe szeretnének ültetni. Ebből következik természetesen, hogy ezt a részt mindenképpen tudjuk támogatni. Ez az egész helyzet arra is lehetőséget biztosított volna, hogy egy őszinte beszédet folytassunk le, akár a pedofiliával kapcsolatban, akár azokkal a mulasztásokkal kapcsolatban, amelyek elvezettek odáig, hogy a Bicskei Gyermekvédelmi Intézményben megtörténhettek azok, amik megtörténtek, és az egész rendszert áttekintsük, és megoldást találjunk az itt felmerülő problémákra, illetve azokra a felvetésekre is, amelyek a pedofilokkal szembeni szigorúbb fellépést követelték meg. Nem elhanyagolható, és talán a leginkább szégyenteljes Balogh Zoltánnak a szerepe, aki tudjuk jól, gyakorlatilag az egész ügy kirobbanásáért talán leginkább felelős, hiszen ő volt az, aki pártfogolta K. Endrét, és lobbizott a köztársasági elnöknél azért, hogy ez az ember kegyelmet kapjon. Majd miután Novák Katalin és Varga Judit vállalták a felelősséget, Balogh Zoltán még akkor sem tette meg ezt, hanem bujkált a sajtó elől, sőt többször megvédte nyilvánosan is ezt a döntést, illetve azt mondta, hogy az egyház elleni támadás az, hogyha az ő személyét, illetve az ő ebben az ügyben játszott szerepét firtatja bárki is. Nos, hát ha valaki kárt okozott a református egyháznak, az éppen Balogh Zoltán volt azzal, hogy nem vállalta a felelősséget Varga Judithoz és Novák Katalinhoz hasonlóan, hanem ennek az egész ügynek az árnyékát rávetítette a Magyarországi Református Egyházra is, és igyekezett még az egyházon belül is lobby tevékenységet folytatni azért, hogy még onnan se kelljen távoznia, hanem tovább megmaradhasson tisztségeiben. Ha a közvéleményt nézzük, akkor úgy gondolom, hogy egy egyházzal szemben sokkal erőteljesebb erkölcsi és morális elvárásokat fogalmaznak meg, mint mondjuk politikusokkal szemben. Egy egyházi vezetőnek a morális kérdésekben épp hogy inkább irányt kellene mutatnia, és példát kellene mutatnia, nem pedig a saját hatalmi pozícióját védenie. Tehát ha volt valaki, aki alávalóan viselkedett ebben az egész ügyben, az éppen és elsődlegesen Balogh Zoltán volt. Az őszinte beszédnek ki kell terjednie arra is, hogy a pedofilokkal szembeni büntetési tételekről is tabuk nélkül beszélünk, ezért is javasolta a Mi Hazánk mozgalom ismételten a kémiai kasztrálás bevezetését, amelyet már egyébként én magam is 2016-ban és 2019-ben is kezdeményeztem az országgyűlésben. Ez ugye egy nemi vágyat csökkentő hormonális gyógyszeres kezelés. Számos külföldi példa van ennek alkalmazására, az Egyesült Államoktól kezdve Oroszországon át, Dél-Koreáig. A mi javaslatunk konkrétan a lengyel példát ültette volna át a magyar jogrendszerbe, de az összes többi párt leszavazta ezt a kezdeményezésünket.
És még egy olyan kérdésről kell beszélnem, amelyet kizárólag a Mi Hazánk mozgalom mer kimondani Magyarországon, ez pedig a homoszexualitás és a pedofília közötti egyértelmű és empirikusan kimutatott kapcsolat. A homoszexuális aktusokat gyakorló személyek legalább 12-szer nagyobb valószínűséggel molesztálnak szexuálisan gyermeket, ezt több kutatás is kimutatta tehát, illetve Lázár Jánosnak volt még egy elejtett félmond ezzel kapcsolatban, de a kormány ezügyben sem tett érdemi intézkedéseket. És akkor rátérve a módosítás módosítására, szeretném még az önök Ukrajnával, orosz-ukrán háborúval kapcsolatos politikáját kritikával illetni, hiszen az az elképesztő arcátlanság, hogy önök békepártinak állítják be magukat, az egészen elképesztő azok után, a döntések után, amelyeket az egész kormány ebben az ügyben az elmúlt fél évben tett. Emlékezhetünk rá, hogy Orbán Viktor óriási mellénnyel ment ki Brüsszelbe az Európai Tanács ülésére, hogy ő meg fogja vétózni Ukrajna Európai Uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdését, és itt az országgyűlésben egy külön vitanapon beszéltünk arról, hogy ennek milyen végzetes következményei lennének, például a magyar mezőgazdaságra nézve, de az élelmiszerbiztonságunkat vagy a munkaerőpiacunkat is említhetném. Ezek után a magyar miniszterelnök kiutazott az Európai Tanács ülésére, és azt mondta, még azt is képes volt elmondani, hogy a magyarra genetikailag nem hat a nyomás, majd amikor tényleg erősnek kellett volna lenni és megvétózni Ukrajna EU csatlakozási tárgyalásainak megkezdését, akkor Orbán Viktor gyáva módon kiment kávézni, és ezzel hozzájárult ahhoz, hogy az ukrán EU csatlakozási tárgyalások meginduljanak, megszegve a korábbi ígéretét, és szembe menve azzal, amit az önök által közpénzmilliárdokból lefolytatott nemzeti konzultáción az emberek, vagy legalábbis az önök szavazóinak egy része kinyilvánított, 99% mondott erre nemet. Ugyanúgy, ahogy a pénzügyi támogatásra is, Ukrajna pénzügyi támogatását a magyar emberek nem támogatják, önök mégis hozzájárultak ahhoz, hogy ezt a korrupt magyar ellenes rezsimet támogassuk a magyar adófizetők pénzéből is, egészen elképesztő módon 200 milliárd forintjába kerül a magyar adófizetőknek az ukrán állam fenntartása, olyankor, mint például akkor visszatérve a gyermekvédelemre, az ott dolgozók minimálbért, vagy annál csak egy hajszállal keresnek többet. És még egy harmadik ügy is volt, ez nevezetesen márciusban, amiben a magyar kormány feladta korábbi vétózó álláspontját, ez pedig az, hogy az Európai Unió úgynevezett béke keretét el lehet költeni azokra a fegyverekre, amit azok az országok kapnak, akik Ukrajnának küldtek fegyvereket. Tehát Szijjártó Péter hozzájárult ahhoz, hogy a magyar adófizetők pénzéből is fenntartott európai békekeretet felhasználják Ukrajnába küldött fegyverek finanszírozására, így a magyar emberek, a magyar adófizetők az önök döntésének következtében most már finanszírozzák az Ukrajnának küldött fegyvereket is. Hát ez valami olyan elképesztő hátraarc az önök részéről, és olyan elképesztő behódolás a globális érdekek irányába, illetve a globális érdekeknek, amit a Mi Hazánk mozgalom semmiféleképpen nem tud elfogadni. Mi kitartunk amellett, az álláspontunk mellett, hogy Ukrajna Európai Uniós csatlakozási tárgyalásait nem szabad megkezdeni. Ukrajnának egyetlen forint magyar adófizetői pénzt sem szabad juttatni, pláne nem a fegyvereket finanszírozni, amit az őrült nyugat-európai országok küldenek a magyar ellenes korrupt rezsimnek. Köszönöm a figyelmet!